A pályázatot és annak feltételeit sajtótájékoztatón ismertette Juhász Bálint tartományi gazdasági titkárhelyettes és Súrján Endre a pályázat operatív megvalósításának megbízottja. Új cél a körforgalmak projekt dokumentációnak elkészítésének támogatása, a körforgalmak kiépítésének támogatása és az előző évekből már ismert célok egyrésztről a közlekedési jelzéseknek az elhelyezése, különös tekintettel az oktatási intézményekre, az autóbusz megálló kihelyezése a közlekedési sávból, és a bicikliutak kiépítése. A titkárság támogatja majd azokat a projekteket, amelyek célja az úthálózati infrastruktúra fejlesztése, a közlekedésben résztvevők biztonsága emelése, a közlekedési balesetek számának a csökkentése, valamint a kerékpár forgalom fejlesztése Vajdaság településein. Prijave mogu podnositi kao i svake godine isključivo lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine. One mogu isključivo da konkurišu sa jednom prijavom i moraju birati namjenu konkursa. A pályázat összege 65 millió dinárt tesz ki.